Hát jó estét kívánok! Amikor a végére érünk egy történetnek, márpedig a mai nappal mindenképpen Szájer József politikai karrieri történetnek a végére értünk, mert ugye az nem a hétvégén történt meg, hanem most, a mai napon. Szóval amikor megtörténik az, hogy végre érünk egy történetnek, akkor érdemes megnézni, hogy hogy kezdődött el az a történet, mi volt az ereje, eleje, honnan indult el, mik voltak Szájer József esetében azok a politikai elvek, hitek, amelyeket síkra szállt egykor, amikor úgy döntött egyébként, hogy politikával foglalkozni. Hogyan fogalmazott a politikával kapcsolatos gondolatairól, a jó politizálás gondolatáról 1988-ban? Nézzük meg! József, one of the leaders of the new group, which doesn't even have a desk, told me what they want. We want a Hungary where there is no control from the top of every citizen. We want free citizens who can use their things as they want, so, and live in freedom, and can organize, can publish newspapers, can do what they want. And without any special ideological constraints and control. Freedom to everyone to think what he wants. Olyan Magyarországot, az emberek szabadon azt csinálhatnak, amit szeretnének. Szájer Józsefnek 32 év volt arra, hogy segítsenek a Magyarországnak a felépítésében, ahol az emberek with their things azt csinálhatnak, amit akarnak. Nos, hogy Szájer József pontosan mit csinált a saját fingjeivel, azt eléggé pontosan lehetett látni az elmúlt napokban, de pontosan mit csinált annak érdekében az elmúlt 32 évben, hogy ez a Magyarország felépüljön. Mit tett azért például mondjuk az alaptörvény megalkotása során 2010 után, hogy olyan alapdokumentum, olyan alaptörvénye legyen, olyan alkotmánya ennek az országnak, amely valóban garantálja ezt a politikai szabadságot állampolgárok széles tömegei számára. Például mondjuk azzal, hogy a lakhatás mint alapjogot biztosítja és követeli az államtól, hogy ennek érvényt is szerezzen minden magyar állampolgár számára. Tartalmaz ilyesmit az alaptörvény? Nem tartalmaz. Amit az alaptörvény tartalmaz, ez egy olyan nemzeteszme, egy olyan politikai kultúrának az elképzelése, amelynek érdekében a Fidesz az összes politikai ellenfélén átgázolt, és erőszakosan követeli állampolgárok százezreitől és millióitól, hogy egy olyan elv alapján éljen, és egy olyan elv alapján rendezze be a legszemélyesebb emberi viszonyait, a saját életét, a következő évtizedeit, amelyet egyébként a saját politikusai sem tartanak a maguk számára kötelező érvénynek. Sőt, nem ebben látják a boldogulás lehetőségét. Nem kell visszamenni egészen Borkai Zsoltig, maradjunk csak Szájer Józsefnél. Szájer József ebben az interjúban 88-ban arról beszélt, hogy egy olyan országot kellene építeni, ahol a szabadságjogok garantálva vannak az állam által, és segíti az állam, hogy kibontakozzanak ezek az állampolgárok, hogy újságban publikálhassanak, és így tovább. Nem csak arról van szó, hogy a szociális jogokat nem garantálja a Fidesz, és nem csak arról van szó, hogy ilyen értelemben nincs egy egyenlő politikai közösség Magyarországon, amely segítene azért, hogy a kevésbé szerencsés sorsúak is egyébként hozzájuthassanak azokhoz a lehetőségekhez, amihez a szerencsésebb sorsúak, nem csak a fideszesek, hozzájutnak, hanem bizony arról is szó van, hogy azokat a legalapvetőbb szabadságokat, amelyeket 89-90-ben kiharcolt ez az ország, ezeket is drámai mértékben építette le. Elég csak meghallani az ellenzéki kritikákat. Mit szokott mondani erre a Fidesz? Hogy mennek és bepanaszolják Brüsszelnél a magyar kormányt, áskálódnak nemzetközi vizeken a magyar kormányzat ellen. És hogy mi az ellenzék kritikája a Fidesszel szemben? Nos, ezzel kapcsolatban is azt gondolom, hogy fordulhatunk bátran Szájer Józsefhez, mert 2009-ben még pontosan tudta, hogy mi a probléma azzal a kormányzattal, amely például mondjuk az uniós forrásokat sem a hazai kis- és középvállalkozások, a politikai közösség egészének a boldogulására kívánja fordítani, hanem kizárólag a saját klientúráját tőkésíti fel. 2009-ben pontosan ez volt Szájer József kritikája, az a kritikája, amit azóta egyébként folyamatosan negligál, amikor az ellenzéktől érkezik, de hallgassuk meg őt magát. Hogy mondott, mit mondott erről pontosan Szájer József 2009-ben? Ha végignézzük az összes beruházást, az önkormányzatoknak a fontosabb beruházásainak a túlnyomó részét, az, ami Magyarországon ma épül, az majdnem minden Európai Uniós pénzből keletkezik. Az Európai Parlamentben van egy kiváló német képviselőnő, aki egyébként éppen a mi frakciónkban ül, az pénzügyi ellenőrzési bizottságnak a vezetője. Ennek a hölgynek most
nem sok dolga van, pontosan rengeteg dolga van, most írja ezeket, de nem most van az ő ideje. Az ő ideje akkor van, amikor a következő 7 éves költségvetés tárgyalja az Európai Parlament, akkor ő elő fogja venni a kis jegyzetfüzetét, és azt fogja mondani, nézzétek meg, itt van ez a cúslágügy, itt van ez, meg ez. Miért adjunk ezeknek, hogyha ezek ellopják, vagy nem tudják úgy hasznosítani a pénzeket? 5 évet, vagy 10 évet, 15 évet csúszott az a beruházás, amit támogatni akartunk. És ebben a vitában mi némák leszünk, és azt fogjuk mondani, hogy hát erre nem tudunk mit mondani, azért adjatok pénzt, majd legközelebb nem fogjuk ellopni. Ezekkel a kritikáival Szájér József ma 2020-ban bármely ellenzéki párt vezető politikusának a székébe beleülhetne. De 2009-ben még ezek voltak az ő kritikái, és ebben nem az a legérdekesebb, ami általában az ilyen 10 évvel ezelőtti fideszes felvételeknél érdekes szokott lenni, hogy lám, 10 évvel ezelőtt mit mondtak, és ehhez képest most mit mondanak, nem ez a legérdekesebb. Hanem az, hogy Szájér József pontosan látta azt, hogy mi lesz a legfontosabb konfliktusa a Fidesznek, akkor, amikor elérkezik majd a következő 7 éves költségvetésnek a tárgyalása, ugyanis pont ebben a slamasztikában vannak, nyakik benne. Ennek a slamasztikának a kellős közepén, amikor azon feszül a lengyel-magyar vétó miatt a teljes európai közösség, hogy hogyan fog elfogadásra kerülni a következő 7 éves költségvetés, és hogyan fog elfogadásra kerülni a COVID-19 károkat enyhítendő költségvetési hozzájárulás. Nos, ennek a botrány, ennek a vitának a kellős közepén robbant a Szájér botrány. Hogy pontosan mit fog ez jelenteni, arról fogunk beszélgetni ma a vendégeinkkel, de mielőtt még bekapcsolnánk a legelső vendégeinket, egyetlen dolgot érdemes megjegyezni ezzel az egész helyzettel kapcsolatban. Az, hogy Szájér József idejutott, az nem a véletlen eredménye. Fognak itt most beszélni a vendégeink arról, hogy milyen esetleges politikai konspirációk, esetleg titkosszolgálati konspirációk, vagy bármilyen más ellenséges politikai szándék áll a mögött, hogy pont ma, vagy pont most kapták rajta Szájér Józsefet ezen az orgián. De nem ez lesz a legfontosabb kérdés, hanem az lesz a legfontosabb kérdés, hogy Szájér József, ha már nem volt képes egyébként 9,5 millió polgártársa számára egy igazságosabb és egyenlőbb Magyarországot létrehozni, segíteni, saját maga számára képes volt-e valójában ezt megteremteni? És a válasz az, hogy nem. Ha neked péntek éjszaka Brüsszelben egy különböző bárokban elszórva kell egyébként gyakorolnod a szexualitásodat azért, mert pontosan tudod, hogy az a politikai közösség, amit te építettél, az ennek a szexuális orientációnak a tagadásán, a kisemmizésén, a jogi lehetőségeinek a csorbításán dolgozik, akkor elmondhatjuk, hogy nagyon-nagyon-nagyon félrement valahol a te életed, és nagyon-nagyon-nagyon kevéssé tudtad szolgálni azokat a célokat, amiket a legelején még 88-ban kitűztél magad elé, hogy egy ilyen Magyarországért fogok dolgozni, és így fogom majd szolgálni a saját közösségemet. Szájér Józsefben is bennem van valami közös. Mindketten homoszexuálisok vagyunk, vele ellentétben azonban én ezt szabadon gyakorolhatom, soha nem kellett miatt a szégyenkezem, egyetlen egy esetet leszámítva, amikor a Fidesz politikai okokból kifolyólag úgy döntött, hogy különböző képeket és különböző profilokat hoz rólam napvilágra, amelyeket én a különböző online tevékenységeim során használtam. Ezt egy lejárató kampányra használták akkor, és így próbáltak engem a közösség előtt rossz színben feltüntetni. Ők kifejezetten negatívan használták velem szemben a homoszexualitást. Soha nem éreztem annak. Jó, talán kamaszkoromban okozott bizonyos feszültségeket, esetleg a szüleimmel szemben, de amikor ők megpróbáltak ezzel lejáratni a nagy közönség előtt, egy pillanatig nem éreztem magamat rosszul. Amiatt éreztem magamat rosszul, hogy azt gondoltam, hogy jó lett volna, hogyha erről én szabhatom meg, hogy milyen körülmények között, milyen keretek között, és így tovább beszélhetek. Ezt a lehetőséget Szájér Józseftől is elvették, és ehhez Szájér József maga tevőlegesen járult hozzá az elmúlt 32 éves tevékenységével. Ha pusztán most csak az ő maga szenvedéseiről kellene beszélnünk, akkor még akár a szolidaritásunkra is számíthatna, hiszen nyilvánvaló, hogy bárki, aki itt a szexuális orientációja miatt vesznek elő, az a szolidaritásunkat kell, hogy bírja, hiszen ezek a szexuális orientációk, a homoszexualitás, a biszexualitás, a transzexualitás, ezek nem minősülhetnek semmilyen szempontból sem lejáratásnak. Aki ezt lejáratásra próbálja használni, az magáról állít ki is bármifajta bizonyítványt. Éppen ezért Szájér József akár vállalhatná is, vagy bírhatná is a mi szimpátiánkat, szolidaritásunkat. Csak a probléma az, hogy ő maga az elmúlt 32 éves tevékenységével mindezt a szolidaritást eljátszotta. Ő ezt a 32 évét a politika élvonalában arra használta, hogy azokat az embereket, akik hozzá hasonló szexuális orientációval rendelkeznek, sokkal nehezebb életkörülmények várják ebben az országban. Éppen ezért nem véletlen, hogy ma 10 és 100 ezrek röhögnek, és 10 és 100 ezrek érzik azt, hogy győzött az igazság. Szájér József ugyanakkor nem azért kell haragudnunk,
mert kiderült róla, hogy homoszexuális. Semmi baj nincs ezzel. Azért kell haragudnunk rá, azért kell a megvetésünket gyakorolnunk felé, mert mindent megtett azért, hogy ez ma Magyarországon szégyenfolt legyen. Következik első vendégünk Arató László, az urológustól. Szervusz, köszöntelek a műsorban. Szervusz, jó estét kívánok. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állsz. Kérlek, hogy foglald össze a nézőinknek röviden, hogy pontosan hogyan zajlott le péntek estétől, nagyjából mostanáig az esemény története ennek az egész szexorgiának, amiről a mai reggel megjelentek az első tudósítások. Tehát hogyan zajlott esetleg ott nálatok, brüsszeli berkekben az információ áradása ennek a különös eseménynek? A péntek este az vasárnap 10 órával kezdődik, mert hogy akkor jött a közlemény Szájer Józseftől, hogy lemond a mandátumáról, ez végig söpört a sajtón, és minden újságíró elkezdett fűfához kapkodni, hogy vajon mi lehet ennek a hátterébe. Ugye elolvastuk Szájernek a közleményét, ott elmondta, hogy ő továbbra is támogatja a kormányt, és egy hosszas vívódás, tipródás és lelki terhek feldolgozása vagy fel nem dolgozása után jutott erre a döntésre. És én hétfőn is, meg már vasárnap is rengeteg emberrel beszéltem, akik nem értették, nem tudták, hogy miért pont most kellett Szájernek lemondania. De ehhez képest ugye mindenféle elsősorban politikai elméleteket állítottak föl különböző olvasatokba, aminek általában az volt a főcsapás iránya, hogy ami most történik a Fidesz és a Néppárt között, azt már Szájer sem tudja tovább tompítani, és ez már nem az ő útja is. Félreáll. Volt már akkor is ennek egy olyan olvasata, hogy mégis, de hát mi az, ami most történik a vétón kívül, az ugye az azonos neműek jogainak a csorbítása, azzal kapcsolatos magyarországi jogalkotási kezdeményezés, de ez akkor még nem volt így annyira a fősodorban, és akkor egyszer csak elkezdtek megjelenni a hírek ma dél körül, kicsit korábban, hogy volt egy ilyen illegális szexparti, péntek este, de még mindig eltelt legalább egy-másfél óra, míg ez a két dolog összekapcsolódott, és utána a belga sajtó hozta ki először, hogy itt egy magyar képviselő az érintett, mert hogy a magyar képviselőt a helyszínen a rendőrök igazoltatták, és egyébként ez a magyar képviselő azóta már lemondott a mentelmi jogáról, szóval innentől kezdve már nyilván összeállt a kép, és hát utána lehetett visszafele görgetni az időben, tehát amikor a képviselő azt mondja, hogy hosszas gondolkodás után jutott el a döntésre, akkor péntek éjszakától a vasárnap 10 óráig terjedő időszakot kell ez alatt gondolni, mert hát most kiderült, hogy ezért mondott le, nem pedig más bármiféle politikai torzsalkodások miatt. És hát most itt ott tartunk, hogy minden rádiócsatornán, minden televízióban vezető ír Szájer Józsefnek az esete, hozzátéve, és már a második, harmadik mondatban megemlítve azt, hogy kicsoda ő, hogy Orbán Viktornak milyen bizalmas embere ő, és hogy Magyarország egyébként a kisebbségek, akár szexuális, akár más jellegű kisebbséggel kapcsolatban milyen politikát folytat, ami ez az elmúlt időszakban már eléggé köztudott itt Belgiumban is. Kérlek, hogy mesélj kicsit arról, amit mostanában Twitteren lehetett olvasni, hogy elviekben lengyel diplomaták is jelen voltak ezen a szexorgián. Találkoztál ilyen híradásokkal? Lehet esetleg tudni bármi mást arról, hogy volt-e más politikai vagy diplomáciai titulussal rendelkező személy jelen ezen a eseményen? Találkoztam a lengyel verzióval, de cáfolták már. Ugye sok mindent cáfolnak, ez most úgy van, hogy meg van cáfolva. A rendőrség hivatalosan két emberről beszélt, két további diplomatáról beszélt, nekik megadták a monogramjukat, és megadták a születési évüket, de semmi többet, mondták, hogy minden továbbitól elzárkóznak. A harmadik, akit megneveztek ebben az ügyben, az SZJ volt. Szóval ez a vonal, én azt gondolom, hogy mivel itt Brüsszelben dolgozik több mint 1000 újságíró, amelyiknek a jelentős része, külföldi újságírónak a jelentős része most azzal foglalkozik, hogy ők vajon érintettek-e. Szóval ki fog derülni, hogy ki ez a másik két diplomata, akik ott ugye a rendőrök előtt is elmondták, hogy ők diplomata státuszban vannak, és hát rengeteg diplomáciai képviselet van, nem csak az Európai Uniónál, hanem NATO-nál, nemzetközi szervezeteknél, bilatális nagykövetségek, szóval rendkívül sok emberről beszélünk. A másik teória, ami szányra kelt, és szerintem tartani is fogja magát, az az összeesküvés elmélet, pontosabban az, hogy itt titkosszolgálati akció zajlott, és annak
annak nyomán ütöttek rajta ezen a házi bulin. Hogyha erről mondhatok két mondatot, itt a rendőrség közlemény, az ügyészség közleményből az derült ki, hogy a járókelők jelentették be, hogy illegális parti van azon abban a házban. A rendőrség az épület előtti részt tulajdonképpen parkolónak használja, azért, mert a rendőrség az onnan kb. 80-100 méterre van, a másik irányba pedig a brüsszeli főtér van. Tehát egy abszolút frekventált helyen van ez a bár és az a fölött lévő épület, szóval a rendőröknek nem volt... Nem tudom, az Andrássy út Deák tér felé eső sarkán került volna erre sor. Nagyjából igen, igen. Tehát tulajdonképpen a bárnak az oldala, az ránéz a főtérnek arra a tömbjére, ami a városházának az épülete, ami ugye a főtérnek a fő épülete. Szóval, mintha a parlament oldalába lett volna ez a buli, és onnantól pedig nagyon közel ott van a rendőrös. Szóval, és az, hogy illegális buli volt, az ugye elő szokott fordulni Brüsszelbe, és ezt a rendőrség rendszeresen számot ad róla, kimennek, akik ott vannak, azokat jól megbüntetik, utána mindenki elmegy a dolgára, és utána lesz belőle egy közlemény. Szóval ez eddig még nem egy rendkívüli eset. A rendkívüli eset akkor vált belőle, amikor éppen Szájer József elkezdett menekülni, és meg is sérült menekülés közben, és egy járókelő hívta fel a figyelmet a rendőröknek, hogy ott van még egy ember, aki abból a házból jött ki, és akkor fogták el a képviselőt, akinél nem volt irat, csak kábítószer, ez benne van az ügyészségi jelentésben, haza kísértek, igazolta magát, és utána ez volt ugye szombat éjjel, és utána a következő állomás pedig a lemondása. Arató Lászlónak nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és mindezt elmondtad. Jó munkát, szerintem fogunk majd találkozni itt a műsor keretein belül. Szervusz! Szervusz! És akkor hamarosan folytatjuk, érkezik hozzánk majd Dezső András, a hvg.hu újságírója, de addig is összegyűjtöttünk néhány mémet azok közül, hát rengeteg van, amelyek talán így a legszellemesebben foglalták össze az eseményeket. Az elsőt kérném be, ezt Baszki csinálta, ugye ő a Kutyapárthoz köthető magyar street art művész, ugye Banksynek egy magyar változata, ott pont azt az eseményt örökítette meg a művész, amit láthattunk, ugye, vagy amire pont Arató László is utalt, nevezetesen, hogy Szájer konkrétan az ablakpárkányon keresztül, illetve az ereszen próbált valamilyen módon megszökni. Ugye eközben, hogy azt Arató László is utalt rá, meg is sérült, plusz ugye az is előállt, hogy egyes hírek szerint kifejezetten csonttörésig fajuló sérülést szerzett, hogy ez pontosan hogy volt, ezt majd megpróbáljuk megerősíteni az ottani forrásainkkal, hogy igaz-e vagy sem. De a lényeg az, hogy ezen kívül Szájernek a csomagjában találtak még extázi tablettákat, amelyekről ő maga azt állította, hogy azt nem ő birtokolta, azt ott oda tették, nem is fogyasztott ilyen kábítószereket. Nyilván ez egy olyan védekezés, amit megszokhattunk már egyébként a magyar híradásokból is. Most itt van már velünk Dezső András. Szervusz, András! Szia, hello! Köszöntelek a műsorban. Azzal zártuk le Arató Lászlóval az interjút, hogy ő is utalt arra, mi szerint ez esetlegesen egy titkosszolgálati akció lett volna, hogy azzal cáfolta ezt, hogy az esemény egy olyan utcában került sor rá, amely rendőrségtől, rendőrkapitányságtól mintegy ilyen 100 méteren belül volt, ráadásul magát az utcát is rendőrségi autók használták parkírozásra. Mit gondolsz erről az elméletről, ami azért elég erőteljesen lángra kapott, vagy hát igen, felszökkent, szárba szökkent itt a független nyilvánosságban? Megalapozottan gyanítható-e az, hogy esetleg valamely szolgálatoknak lehet köze hozzá, még ha nem is tudjuk pontosan beazonosítani, melyik szolgálatnak, hogy Szájer Józsefet rajta kapták ezen a bulin? Hát én azt gondolom, hogy itt maga az, hogy volt ugye egy parti, amiről nem tudunk sokat, csak az, hogy egy házi buli, azt se közölt egyébként az ügyészség, hogy pontosan hol volt, de fogadjuk el azokat a sajtóhíreket, hogy ez egy melegbárban Brüsszelben. Önmagában ez, tehát hogy ott volt, és hogy mit csinált, az nyilván nem a titkosszolgálat, vagy nem bármilyen titkosszolgálat csinálta, vagy nem hiszem, hogy ez ilyen csapda volt, vagy ilyesmi. Inkább azt mondanám, hogy életszerű, vagy úgy tenném fel a kérdést, hogy életszerű ez, hogy bármilyen módon ehhez ellenérdekelt titkosszolgálatnak köze lehetett az ő lebukásához. És ha így tesszük fel a kérdést, akkor azt tudjuk mondani, hogy igen, akár megtörténhetett ez is, tehát ez sincs kizárva, hogy tudtak arról, hogy oda megy, tudtak arról, hogy mit fog csinálni, és ilyenkor nem kell nagy műveletre gondolni, de elég egy telefon megereszteni a rendőrségnek, vagy akár jelezni a szomszédoknak, hogy telefonáljanak oda,
és ennyi az egész. Tehát, hogy ilyen nagy műveletre nem kell gondolni, de az, hogy mondjuk egy titkosszolgálat úgymond súg a rendőrségnek, például anélkül, hogy esetleg a rendőrség is tudná, hogy honnan jön a füles, ez azért bevett gyakorlat, tehát ilyet szoktak csinálni, ez nem egy ilyen életszerűtlen valami. Tehát én nem mennék el nagyon az ilyen csapdát állítottak, meg mit tudom én irányban, de az, hogy esetleg, tehát induljunk ki abból, hogy ez nem egy, valószínűleg nem egy olyan történet, ami most először történt meg. És Szájer Józsefről, ahogy egyébként más nagykaliberű politikusról is gyűjtenek információkat, ellenérdekelt szolgálatok, tehát ez sem egy nagy novum, ezt is tudjuk. És hogyha ő esetleg korábban csinált már hasonlót, akkor az is egy döntés lehet, hogy jó, akkor most akkor úgymond nyomjuk fel, vagy akkor legyen ebből egy kis hír. Ugye itt most egy nagy tabu dőlt meg, mert hogy Szájer Józsefről évtizedes viszonylatban terjesztették időről időre, hogy homoszexuális lenne, ami nyilván pusztán csak azért tudott bármilyen szempontból is zsarolási potenciállal bírni, mert hogy ő maga egyrészt egy heteroszexuális kapcsolatban, itt másrészt pedig következetesen elállt ezektől a kérdésektől, semmilyen módon nem kívánt bennük állást foglalni, sőt egy olyan kormányzatnak volt a vezető politikusa, amely kifejezetten elítélőleg lépett fel a nem heteroszexuális párokkal partnerséggel kapcsolatban, míg ő maga sem jelezte semmi fajta ellenvéleményt ezzel a dologgal kapcsolatban. És itt jött be az, amire te utaltál, hogy esetleg, ha ellenérdekelt szolgálat, hogy gyűjtöttek bármifajta információt, akkor ilyen értelemben ez a titok volta miatt lehetett egy adóásza a kezükben. Elképzelhetőnek tartod azt, hogy kifejezetten most az EU-n belüli vita esetleges lezárásáként, vagy eldöntéseként, kifejezetten azért, hogy a magyar-lengyel vétót gyengítsék, akarhatta valamelyik ellenérdekelt európai tagállam ilyen módon elrendezni ezt a konfliktust? Igen, ez abszolút elképzelhető. Egyébként itt ugye a titkosszolgálat, hogyha ezt nem tudjuk, ez csak mondjuk lehet egy spekuláció. De igen, van egy ilyen, tehát vannak ilyen intézkedések, amikor arról az a döntés születik mondjuk egy ilyen titkosszolgálati döntéshozói szinten, hogy hitelteleníteni kell azt az ideológiát, ami mondjuk támasztad egy politikai erőnek, egy ellenérdekelt államnak, mert ez esetben ugye ellenérdekelt például a vétó miatt Magyarország, abban, hogy tehát meg kell úgymond kérdőjelezni azt az ideológiát, amire ő építi a bázisát. Ez egyébként máskor is bevett technika, amit mondtam, tehát például vannak olyan szélsőséges csoportok, ahol úgy alkalmaznak ilyen technikákat, hogy mondjuk a vezetők közül valakit kipécéznek, és így leleplezik. Láttunk hasonlót egyébként például a Magyar Gárda történetében is, amikor kiderült egy gárdista vezetőről előkerült egy felvétel, hogy ő csalja a feleségét, vagy valami. És ez valami olyasmit csinál, ami elvileg abba az értékrendben, amit ő fenné hangoztat, nem fér bele. És hát a szolgálatoknak ez is a dolga, a bevállalósabb szolgálatoknak, mert ez is attól függ, hogy ki hogyan használja a saját kis titkosszolgálatát. De ez nagyon fontos, hogy nem azt állítom, hogy ez most szerintem egy titkosszolgálati akció volt, vagy hogy köze volt a titkosszolgálatnak ehhez. Itt aztán arról beszélek, hogy vannak ilyen konteók, illetve valószínűleg a Fidesz is esetleg ebbe az irányba fogja elterelni ezt a témát, hogy itt egy csapdát állítottak neki. Én csak arról beszélek, hogy valóban egy ilyen konteónak lehet ez az alapja, pontosabban van alapja, vagy lehet alapja, mert hogy az ilyen jellegű munkák, úgymond, a titkosszolgálat, vagy módszerek a titkosszolgálati eszköztár részei. Ugye te kitartóan és eléggé átfogóan foglalkoztál Borkai Zsolt ügyeivel, és itt most kifejezetten a korrupciós ügyekre gondolok, ami egyébként ugye alapvetően azért ütött át a nyilvánosságot végül, mert ugye előkerült róla végül egy videó. A te megítélésed szerint egy ilyen szexbotránynak, ami most Szájer József személye körül kirobbant, milyen politikai következmény lehetne kifejezetten belföldi vonatkozásban, mert most beszéltünk arról, hogy esetlegesen hogyan használhatják ezt európai szintéren a költségvetési vita eldöntésekor, de Magyarországon szerinted okozhat-e ez bármifajta komoly törést a Fidesz megítélésében? Szerinted okozhat-e komoly politikai károkat annak a kormányzatnak, amely a keresztényi erkölcsre, a heteronormatív társadalom képre építette politikát az elmúlt 10 évben?
Én nem vagyok politikai elemző, és nem is nagyon vagyok olyan típus újságíró, aki ilyen véleményeket megfogalmaz, vagy így prognosztizál ilyen dolgokat. Én ahogy látom, tehát ez abszolút a saját kis tapasztalatom, hogy itt annyira élesek az árkok, illetve annyira ki lett hegyezve ez az egész háború, amit mondjuk úgy, hogy a Fidesz kormány vív a világgal szemben, vagy bizonyos erőkkel szemben, hogy a saját híveit, én nem gondolom, hogy ez elbizonytalanítja, tehát fel fog tudni építeni egy narratívát a kormányzat, vagy a Fidesz a saját híveinek szerintem, hogy itt egy csapda van, itt ők egy áldozat, stb. Tehát én azt nem gondolom. Az, hogy mondjuk a bizonytalan szavazókat, vagy akik úgy középen állnak, hát nem tudom, igazából szerintem őket sem rendíti meg, mert pontosan tudják itt Magyarországon, hogy azért álszentek hogy elég erősen álszentek a politikai elit tagjai. Úgyhogy én azért nem gondolom, hogy ezzel oda lehet nagyon csapni, de a fene se tudja, mondom, én nem, igazából ezzel nem foglalkozom, hogy ilyen jóslatokba bocsátkozzam. És akkor egy záró kérdést engedj még meg, te ugye Magyar Kóla címmel írtad meg a második kötetedet, amely mondjuk így a kokain politikai gazdaságtanát mutatja be Magyarországon, kicsit leegyszerűsítve, ez egyben akkor a reklámhelye is, még kapható a kötet. Szerintem sokakat meglepett az, hogy Szájért nem kokainnal csípték el, hanem extazival, úgyhogy egy ilyen kis színest a végére engedj meg nekem. Téged mennyire lepett meg az, hogy extazit használ egy vezető politikus, illetve mit lehet elmondani az extazinak a kifejezetten magyar politikusi körökben való fogyasztási hajlandóságáról? Vetekszik-e az a kokainéval a te megítélésed és a te információi tapasztalataid szerint? Hát igazából én itt óvatosabban fogalmaznék, tehát ugye találtak a hátizsákjában kokaint, vagy extazit az ügyészség közleménye szerint, ő ugye azt állítja, hogy nem ő tette oda. Ugye ez megint egy olyan pont, ami ugye érdekes ebben a történetben, hogy ugye őt a rendőrök azért állították meg, mert hát menekült, ugye a gyülekezési szabályt sértette meg. A kérdés felmerül, hogy miért nézték meg a hátizsákját, tehát mi volt az ok. De ezt most nagyon zárójelben teszem, nem jellemző, hogy extazival rohangálnának az elit tagjai, én ezt látom, tehát a kokain az menő. Én csodálkoztam, tehát amikor hallottam, hogy drog volt ott azon a bulin, akkor én biztos voltam benne, hogy az kokain, meglepődtem. Teljesen más, ugye egy olyan parti dolg, inkább a 90-es évekre jellemző parti dolg. Ha mondjuk speedet találtak volna, akkor azt mondom, hogy ez úgy lett elkönyvelve, hogy a szegény ember kokainja, tehát akkor így azt mondom, hogy jó, hát hasonló hatás van. Szóval én meglepődtem hogy extazi volt, nem nagyon tudom hova tenni, hogy a hátizsákban éppen az volt. Az is érdekes, ugye Szájer hangsúlyozta, hogy mondta, hogy hajlandó rögtön alávetni magát vizsgálatnak, hogy fogyasztott-e kábítószert, vagy nem. Szóval én azért ezt úgy már érdekes részének tartom a történetnek, hogy a hátizsákjában ott eki volt. Nem tudom, furcsa. Dezső András, a HVG újságíró, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál. Köszönöm szépen. Szervusz. És akkor hamarosan folytatjuk a műsort, érkezik hozzánk a Válasz Online újságírója, Stumpf András, de addig nézzük meg, hogy a Telexen a Napi Rajz hogyan kommentálta az esetet. Elvileg mindjárt kapjuk is a képet hozzá, és azon lehet majd látni. Igen, lelkileg ez a címe a posztnak, egyébként valószínűleg az egyik legjobb. Nem tudom, hogy jól lehet-e, de jól lehet látni, abszolút igen. Jobb oldalt lehet látni az Eresz csatornán éppen lefelé avászkodó Szájért, bal oldalt pedig, hát az én értelemben kollégaként tevékenykedő és alaposan meglepett Miklóst, azaz a Mikulást. A kép egyébként a grafitember munkája. És akkor elviekben már itt is van velünk a vonalban Stumpf András, úgyhogy köszöntöm is akkor őt az adásban. Szervusz András! Szervusztok, szervusz! Nagyon köszönjük a rendelkezésünkre, szervusz! András, vágjunk a közepébe. A te megítélésed szerint annak a polgári konzervatív tábornak, ami valamilyen módon azért mindig látja a Fideszben, azt gondolom, a politikai reprezentációját, itt a szexorgián való részvétel és egy ilyen mindeddig titkolt szexuális orientációnak a kiderülése, avagy ez a drogos szál, amit ugye a hátizsákba rejtett extazival láttunk most így felibbenni. Tehát, hogy melyik az, ami szerinted komolyabb károkat okozhat, vagy komolyabb lelkiismereti válságot okozhat ebben a politikai táborban?
Nézd, én úgy látom, hogy itt ebben a táborban világszerte egyébként nem az számít, hogy konkrétan a politikusok, akik képviselik ezeket az eszméket, tehát szavakban, törvényekben, ahogy egyébként Szájár József is, ők maguk úgy élnek-e, ahogy azt egyébként mások számára előírnák. Az számít, hogy képviselik-e erővel, és van-e mögöttük hatalom. Hogyha van, lásd Donald Trump esetében, aki például nyilvánvalóan is beismerten házasságtörő, mégis az evangéliumi keresztények, az amerikaiak abszolút mögé álltak, és most sem faroltak ki mögül, tehát több szavazatot kapott egyébként, és ezekben a szegmensekben ő sem kapott kevesebbet, mint 4 évvel korábban. Tehát én alapvetően azt tartom érdekesnek, hogy lehet bort inni, miközben vizet prédikál valaki, csak prédikálja hangosan azt a vizet, és tudja azt ígérni a választóinak, hogy ha én leszek, akkor kötelezővé teszem a vizet. Ha ezt meg tudja tenni, ha van mögötte erő, akkor valójában a törzsgárdájának abszolút nem, hát nem abszolút nem számít, de nem lényeges, hogy ő egyébként mit tesz a saját életében. Lényeg az, hogy őket képviselje, ezért képviselő. Úgyhogy én nem látok, Dezső Andráshoz hasonlóan nem látom azt, hogy itt valami óriási változás következne be ennek kapcsán. Moralizálni abszolút lehet, és az egyébként nyilván lesz egy réteg, aki azt mondja, hogy hát kérem szépen azért ez mégiscsak sok, mert hogy hülyének van nézve, tehát aki valóban komolyan gondolja azt, és sok ilyen ember van ebben az országban, hogy a keresztény erkölcs az fontos, hogy ő szeretné úgy nevelni a gyerekeit, stb. És ezt hallott a Szájár Józseftől is, és azt beleírta meg az alkotmányba és a preambulumba, majd aztán meglátja, hogy valójában Szájár József milyen típusú bulikon szeret jobban részt venni, mint mondjuk misén, azért nekik nyilván nem fog jól esni, hogy láthatóan hülyének nézték őket, de nem számítok arra, hogy mondjuk a törzsbázis az ez alapján ítélné meg a jövőben a Fideszt, és hirtelen elképesztő lemorzsolódás lenne. Azért a hitelesség persze nem árt. Tehát a politikában azért van egy olyan pont, amit nem szabad azért átlépni, hogy ez ott van-e vagy nem, azt most előre így hirtelen aznap, amikor ez történt, azt nehezen tudnám megmondani. Az biztos, hogy az a hitelességet nem erősíti ez, ami most kiderült Szájár Józsefről. Mitől lehetett ennyire elővigyázatlan egy olyan politikus, ami 32 éve van az iparban, és ebből azért az utóbbi 2 évtizedben tényleg vezető frontpolitikus volt, tehát egyrészt nyilvánvalóan tapasztalati úton is eléggé sok mindent magára szedett, de gondolom, hogy képzésben is azért elég sok mindent biztosított számára a pártközpont. Ráadásul nyilvánvalóan az is egy köztudott titok lehetett a Fideszen belül, hogy hát van egy ilyen kitettsége Szájer Józsefnek a szexuális orientációja kapcsán, amit titkol. Tehát, hogy lehetséges az, hogy ő maga egy rendőrségi állomás közvetlen közelében, a rendőrségi parkoló utcájában gyakorolja ezt a tevékenységét. Ennyire elővigyázatlan volt, ennyire elszakadt a realitásoktól. Szerinted mi az, ami miatt ő ennyire óvatlanná vált 2020-ra? Bevallom, kb. 3 dolog volt, ami nagyon meglepett. Az egyik az extazi volt, amit már Dezső András is említett, a másik pedig ez, hogy ez egyáltalán hogy létezik, ez egy profi politikusról beszélgetünk, és ráadásul nem Magyarországon történik mindez. Ha Magyarországon történik, akkor megérteném. Tehát itt azért van már 10 év kormányzás után, meg sőt, már korábban is volt egyébként nagyjából minden kormány alatt, van azért egy olyan mentalitás, hogyha itt a nagyságos képviselő urat, aki a fontos ember, megfogja a kis rendőr, akkor azért nem csodálkozunk, hogyha hajlamos azt mondani, hogy jó van, akkor jó éjszakát kívánok képviselő, láttam a híradóba, tudom ki jön, kész, lehet menni. Tehát, hogyha itt valaki ilyesmiből keveredik, az véletlenül nem derül ki. Ezért aztán nem is annyira csoda, hogyha mondjuk itt ezt megcsinálják. Az, hogy külföldön, ahol azért nem működik a nemzeti együttműködés rendszere, szóval az azért 93.000 négyzetkilométeren működik, máshol pedig nem. Éppen ezért, hogy ott megcsinálja, ezt én sem értem. Tehát ez olyan fokú amatőrizmusra utal, amit soha nem feltételeztem volna Szájár Józsefről, aki tényleg egy profi, Fidesz alapító, 30x éve a politikában valóban. Ezt, hogy követhetett el ekkora hibát, azt egyszerűen nem tudom megmondani. Tehát ilyenkor néhány hónapig én csak arról sincs szó, hogy ne érhetné ki a szexuális vágyait, mert hogyha szeretné, akkor akár még többet magával is, mert 4 ember gyülekezhet ugye a belga szabályok szerint, tehát, de hát nem 20, meg nem 25 nyilvánvalóan. Tehát, hogy ezt hogy lehetett pontot a rendőrség közelében megcsinálni, ez számomra is tényleg talány. Nem csak találgatni tudnék, de még az se. Tehát ez annyira abszurd. A te megítélésed szerint mennyiben lesz fenntartható az a fideszes retorika, amit eddig egyébként a heteronormatív család típus
védelmében vagy érdekében fejtette ki. Most gondolok arra egyébként, hogy alapvetően ugye konzervatív politikusok Európa szerte vállalhatják szexuális orientációkat akkor is, hogyha az nem heteroszexuális, és ettől még egyébként lehetnek tényleg konzervatív politikusok, senki nem fogja ezt rajtuk számon kérni. Számos ilyen politikus tudunk mondani a kortárs európai szintéről, de akár Amerikából is, vagy máshol a világból. Nem látszik egy kicsit az most beigazolódni, hogy itt a Fidesz addig tolta a biciklit ebben a kérdésben, amíg igazából már a sajátjai sem tudják követni, és igazából saját magukra ég vissza az a vád, amit ők egyébként másokkal szemben megfogalmaznak, tehát hogy itt a homoszexualitás az valamifajta deviancia, valamifajta közerkölcsöt sértő, rendkívüli társadalmi károkat okozó szexuális orientáció volna. Köszönne itt vissza szerinted valami ilyesfajta elem, és hogy készítheti-e ez esetlegesen újra kalibrálásra a Fideszt a politikájának ezt az aspektusát tekintve? Nézd, azért ez elég könnyen védhető a kormánypárt részéről, nyilván annyit kell csak mondani, és ebben részigazság van is, hogy soha nem mondták meg senkinek, hogy a magánéletében felnőtt ember hogy viselkedjen, csupán azokról a dolgokról beszéltek, és azokat írták törvénybe, akár alkotmányba, így például Szájer József is, amelyek érintenek más embereket, tehát a személyes szabadságában senkit nem akartak soha korlátozni, nem mondták, hogy tilos a homoszexualitás, nem tiltottak be melegbárokat, tele van velük Budapest, te ezt nyilván jobban tudod, mint én, de hogy, tehát most valószínűleg azok sincsenek nyitva, de hogy alapvetően ez a helyzet az örökbefogadásról, meg a házasságról, meg olyan intézményekkel kapcsolatban tettek állásfoglalásokat, amelyek más embereket is érintenek, nem csak egy darab embernek a személyes szabadságát, hogy hogyan élje az ő életét szexuálisan, vagy bárhogy. Tehát ez azért alapvetően, azt lássuk be, igaz. Az persze, hogy most pontosan egy hete, vagy talán... Ha jól érzékelem, megszakadt a kapcsolatunk Stumpf Andrással. Ha vissza tudják majd hozni a kollégák, akkor megpróbáljuk visszakapcsolni őt az adásba, de ha nem sikerül, akkor természetesen megyünk tovább. Addig is, amíg esetleg vagy Stumpf Andrásnak, vagy a következő vendégnek sikerül bejönnie, addig nézzük meg egy következő mémet, amely alapján megpróbálta a Magyar Net reagálni arra, hogy hogyan is alakult Szájer József kalandos élete múlt pénteken Brüsszel városában. Azoknak, akik esetleg most csatlakoznának be az adásba, a Szájer Gate-ről beszélgetünk meghívott vendégeinkkel. Alapvetően most megnézzük azokat a internetes alkotásokat, amelyek megpróbáltak erre humorral reagálni. A következő képet majd kérem szépen, és akkor meg tudjuk nézni, hogy milyen egyéb alkotások voltak még. Azok, akik esetleg tényleg most csatlakoztak be és nem lettek a műsor korábbi részeit, Szájer Józsefet péntek este a brüsszeli rendőrség egy illegális szexpartin kapta rajta, ahol többet magával megszegve a kijárási korlátozásokat és a karantént egy szexuális orgián vett részt. Majd, ha ez nem volna épp elég, már az illegális összejövetel kiderült, hogy az ő hátizsákjában tiltott kábítószert is tároltak, találtak a rendőrök. Ő maga, amikor megjelent a rendőrség, egyébként az ablakpárkányon keresztül az Eresz csatornán próbált meg elszökni, ekközben egyébként több sérülést is szenvedett, és végül egyébként a rendőrség így is elkapta és előállította. Úgyhogy nem volt más lehetősége, mint hogy kövesse a rendőröket a rendőrös, ahol őt előállították. Ugye ezt követően két nappal később jelent meg az a közlemény, amiben Szájer József beadta a lemondását, arról tájékoztatta a nagy érdeműt, hogy december 31-ével visszaadja a mandátumát, levonul a politikából. Az akkori megfogalmazása szerint elege lett a különböző szekértáborharcokból, vagy valamilyen módon azt próbálta megjelezni, hogy lelkileg megfáradt azokban a küzdelmekben, amelyek rávártak. A magyar nyilvánosság állapotaira jellemző egyébként, hogy hihetetlen találgatások indultak meg azonnal arról, hogy akkor ez valójában milyen fajta üzenet lehet. Itt most ő a euróatlantistáknak üzent arra vonatkozóan, hogy ő is megunta már az orbánista vonalat, és nem akar ezzel tovább azonosulni, vagy pedig éppen ellenkezőleg ebben valami teljesen más nyakateker diplomáciai csavar és diplomáciai manőver érhető tetten. Nos, már reggelre kiderült, hogy egyik sem. Annyi történt, hogy Szájer József lebukott, rajta kapták illegális összejövetelen, ahol ráadásul még tiltott kábítószer birtoklásával is megalapozottan gyanúsíthatják. Jó, Stumpf András már nem tudjuk visszahozni a vonalba, úgyhogy neki köszönjük szépen az interjú lehetőséget, és folytatjuk az adást Lakner Zoltánnal. Előleg itt vagy a vonalban, szervusz Zoltán! Jó estét kívánok, itt vagyok a gyakorlatban is. Nagyon köszönjük, hogy itt vagy velünk, és köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állsz.
Ott hagytuk abba Stumpf András alapvetően, hogy arról beszéltünk, hogy szerinte okozhat ez bármilyen törést a Fidesznek a politikájában, vagy a politikájának a képviselhetőségében. Nevezetesen arra gondolok, hogy itt egy nagyon erőteljesen heteronormatív családkép fogalmazódott meg az elmúlt évtizedben is már a Fidesz részéről, itt különböző törvényi eszközökkel és egyéb politikai eszközökkel propagálták ezt a családeszményt, és hát itt az elmúlt egy évben aztán meg pláne rátekertek erre a vonalra. A te megítélésed szerint kifejezetten a Szájer botrány okán kényszerülhetnek-e arra, hogy ebben visszább legyenek, kényszerülhetnek-e arra, hogy ezt levegyék a politikai napirendjükről? Nehéz megmondani, hogy a kormány milyen következtetés, vagy a kormány oldal milyen következtetést von le ebből, mert talán a józanész ezt diktálná, hogy ezt tegyék, másfelől viszont annyira elhatározottnak tűnik az a politikai irány, amely felé elindultak az elmúlt, hát szerintem nem csak elmúlt hónapokban, hanem sokkal régebb óta épül, például az LMBTQ közösség elleni politikai kampányoknak a tartalmi váza, és ugye a gender kérdést is sokkal-sokkal régebb óta napirenden tartják, csak néha takarékra veszik. Szóval, hogy önmagában szerintem ez politikai irányváltáshoz nem vezet, inkább az a kérdés, hogy mennyire lehet ezt hitelesen képviselni, abban az esetben, hogyha egy ilyen, például egy ilyen botrány történik, vagy az egy évvel ezelőtti burkai botrányra emlékszünk, az, hogy egy politikai közösség önmagáról mutatott képe és a valóság, hát van ilyen a politikában, valamilyen fedésben legyen egymással, azért az mégiscsak meghatározza azt, hogy mennyire tűnnek megalapozottnak az adott témában kimondott üzenetek. Plusz hát ebben az egész ügyben van talán még két tényező, az egyik az, hogy amit itt elmondtad a felvezetőben, amit hallottam, hogy hát ugye volt itt egy közlemény, amihez képest ugye teljesen más dolog derült ki, és ezt a törést nagyon nehéz lesz eltüntetni. Tehát konkrétan egy hazudozás zajlott, ami egy nagyon gyors lebukáshoz vezetett, tehát még el sem felejtette a közvélemény, hogy mi volt az eredeti magyarázat, amikor megtörtént a tényállásnak a kiderülése, és hát még egy tényező van, ez kevésbé, hogy mondjam, emelkedett, de mégiscsak talán ide tartozik, hogy a politikában, a politikusokra, egy politikai oldalra kevés veszélyesebb dolog van, mint a nevetségessé válás, és azért ez a mai nap ez nagyon komoly károkat okozott szerintem úgy általában véve a kormány oldal komolyan vehetőségének. Beszéljünk egy picit arról a kérdésről, hogy egyáltalán hogyan kerülhetett abba a helyzetbe Szájer József, hogy a szexuális orientációja egy ilyen kitettség legyen egyáltalán. Tehát ugye most már lehet erről beszélni, ez egy hosszú tabuja volt, vagy régre nyúló tabuja volt a magyar közéletnek. Évtizedes távadban emlegették folyamatosan Szájer József nevét, mint aki esetlegesen homoszexuális orientációval rendelkezik. És ennek ellenére ugye ő következetesen azt a képet mutatta magáról, hogy nős ember, gyereke van, és hogy ilyen értelemben megfelel az Orbán kormány, illetve a Fidesz családképének. Szerinted miért van az, hogy Magyarországon a politikai jobboldal képtelen azt belátni, hogy nem kizárólag heteroszexuális viszonyokban élnek emberek? Miért kell ebből még 2020-ban is ilyen értelemben politikai ügyet csinálni? Hiszen látható, hogy legkésőbb mostanra be kell látni a Fidesznek is, hogy nem igaz az, hogy ez valamifajta deviancia lenne, ami kizárólag a nem fideszesek körében tetten érhető. Ezután egyszerűen lehetetlenség lesz azt állítania, hogy az a családkép, amit ő propagál, az az egyedül és az üdvözítő, hiszen a saját soraiból derült ki Szájer Józsefről konkrétan, hogy ennek nem felel meg. De miért kell, hogy ez egyáltalán valamifajta ilyen közösségképző norma legyen szerinted? Miért van az, hogy ezt nem képes meglépni a magyar politikai jobboldal? Hát, szóval a politikában én nagyon óvatosan használnám a lehetetlenség kifejezést, szóval bármit, bármikor lehet mondani. Nyilvánvalóan Szájer Józsefnek a politikai személyiségét, vagy a döntését, vagy azt, ami ehhez a döntéshez vezetett, különböző módokon fogják megítélni a politikai oldalak, tehát felteszem, a saját politikai közössége azt fogja mondani, hogy hibázott, egy hibára van bizonyíték, ez semmilyen távolabbi következtetésre okot nem ad, és lám az egyetlen hibájából levonta a következtetést, távozott a közéletből, tehát éppenséggel szerintem már most látszik az a törekvés, hogy ezt a fajta magyarázatrendszert továbbra is fenntartsák. És ez vezet valójában ahhoz, amit kérdezel, hogy miért van erre szükség. Hát
Hogy is mondjam, ez egy önmagát erősítő folyamat, tehát nyilván minél kevesebben vannak a közéletben, akik őszintén tudnak beszélni olyan identitásukról, karakterjegyükről, amelyről azt gondolják, hogy a társadalomnak ellenszemével találkozna, annál kevésbé lehet a társadalom előítéleteit, ellenszemvét megváltoztatni. Azért én olyan nagyon sok, ha most a melegekről beszélünk, olyan szörnyen sok coming out-oló meleg közéleti szereplőt ma sem ismerek, sokkal több van, mint mondjuk 5-6 évvel, vagy pláne 10, vagy pláne 20 évvel ezelőtt, és azt hiszem, hogy ez más olyan csoportok esetében is, akiket valamilyen módon kisebbségekhez sorolunk, vagy nem a hát valamilyen módon kialakult társadalmi normához kapcsolódó magatartással vagy identitással rendelkeznek. Szóval, hogy ez egy csomó esetben még most is fönnáll, és őszintén szóval nekem az a tapasztalatom, hogy éppenséggel ellenzéki politikai erők is nagyon sokat küzdenek talán azzal, hogy miközben ma már egyre többen kiállnak, mondjuk a meleg jók mellett, de hogy mondjuk ebből milyen politikai program ígéret következzen, hogy a deklarációkon túl milyen erővel lehet kiállni mondjuk konkrét követelések képviselete mellett, azért ebben még mindig szerintem hagy kívánni valót maga után az adott helyzet. Plusz hát a Fidesznél meg az a szituáció áll fenn szerintem, hogy itt van egy nagyon erős ilyen identitáspolitikai orientációja, vagy ellenidentitáspolitikai orientációja annak a jobboldali populista mozgalomnak, amelyhez a Fidesz teljesen önszántából fölcsatlakozott, és szerintem a tavaszi lengyelországi elnökválasztási kampányt nagyon nagy figyelemmel követték. Én innen eredeztetem azt is, hogy ennyire erőteljesen alaptörvénymódosítás szintjén is az LMBTQ csoportoknak a célba vétele megtörtént. Tehát, hogy úgy gondolhatják, hogy ez egy olyan témája a magyar társadalomnak, ami lehet, hogy nem napi szinten, és nem a legfontosabb ügyekként foglalkoztatja a magyar társadalmat, de ha megpiszkálják, és politikai kérdést csinálnak belőle, akkor könnyen ki lehet váltani egy olyan érzelmi reakciót, aminek a következményeként a Fidesz úgy tudja megint megosztani a társadalmat, hogy a többség, vagy valamilyen mértékű többség nála maradjon. És akkor záró kérdésként, ugye a Fidesz most a legerősebb EP képviselőjét vesztette el, Szájér József ugye egy rendkívül értékes bendje volt a Fidesznek az Európai Parlamenten belül. A te megítélésed szerint hogyan fog most majd alakulni a Fidesz sorsa? Kifejezetten most kérdezem amiatt is, ugye, mert egy rendkívül éles politikai konfliktusnak a kellős közepén van Orbán Viktor, amikor ezt valamilyen módon kezelnie kellene tudni, és hát most még ez a botrány is a nyakába szakadt. Szerinted hogyan fogja ez most befolyásolni vagy változtatni a Fidesz mozgását az EP-n belül? Én nagyon sok mindent nem értek abban, amit a kormány most csinál az Európai Unióban. Szerintem rendkívül óvatlan, ahogy a kormány viselkedik, és nagyon súlyosan elmérte az erőviszonyokat. Az, hogy Szájer Józsefre most nem számíthat képviselőként, az ugye azt jelenti, hogy lényegében csak a mamelukok maradtak meg az Európai Parlamenti Fidesz delegációban. Ez biztos, hogy nem tesz jót az érdekérvényesítő képességnek. Tehát a kormánypárt valóban azt az emberét veszítette el, aki a legrégebben van az Európai Unióban, akinek legnagyobb volt a személyes befolyása, aki a legkiterjedtebb kapcsolatrendszerrel rendelkezik az európai politikában, és maradnak nagyjából azok a figurák, akik tényleg azért vannak odaküldve, hogy felolvassák a Budapestről küldött kormányközleményeket. Ez egész biztosan nem fogja erősíteni a Fideszt ebben a szituációban, de hogy aztán ezen múlik-e bármi vagy sem, azt én nehezen tudnám most megmondani. Lakner Zoltánnak, a jelen főszerkesztőnek, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál. Én is köszönöm. Szervusz, minden jót. Szervusztok. És hamarosan érkezik hozzánk Donát Anna, de addig is nézzük meg egy újabb mémet, pontosabban egy olyan internetes műalkotást, ami a Szájer Gate-re reflektál. Ha esetleg valaki most csatlakozna a műsorba, akkor mondanám, hogy Szájer József ma reggel kiderült, múlt péntek esti szexorgiájáról beszélgettünk vendégeinkkel, pontosabban arról, hogy ennek milyen politikai következményei lehetnek úgy a Fideszre, mint egyébként a belpolitikai erővonalaknak az alakulására. És a következő mém, ugye ez az adventi naptár, amit azt hiszem, hogy a Tumblin találtunk, igen,
ott az első ablaknál Demeter Szilárd figyel, a másodiknál Szájer József. Valóban sormintaként is felfogható, ugye szombaton volt Demeter Szilárdnak ez az elhíresült cikke, amit azóta már vissza is vont, az Origon publikálta, melyben azt állította, hogy Európa Soros György gázkormánya lenne, és voltak még egyéb egészen szélsőségesen ízléstelen megnyilvánulása is, amelyeket akkor lehetett úgy értékelni egyébként, hogy itt egy részben hatalmát vesztett NER-en belüli erőfigura próbál figyelmet és hadművelet volt, amivel a Szájer gétet próbálták meg előkészíteni. Itt rengeteg konteó merült már föl az elmúlt órákban azzal kapcsolatban, hogy hogyan viszonyulhat egymáshoz Demeter Szilárd írásbotránya, illetve Szájer József szexbotránya. Nem biztos, hogy érdemes egyébként ebben nagyon messzire menni. Mindenesetre a mém rendkívül szellemes, gratulálunk a készítőjének. És közben itt van már velünk a vonalban Donát Anna, a Momentum Európai Parlamenti képviselője. Szervusz, Anna! Szia, Marci, köszöntöm a nézőt! Tudni, hogy egy magyar képviselőről van szó. A délutáni órákra derült ki az, hogy ez egy fideszes képviselő, és azt hiszem, hogy nem sokkal később utána Szájer József neve is elhangzott. Te mikor értesültél? Azt hiszem, hogy elvesztettük Annát, de mindjárt megpróbáljuk a kollégáim visszahozni, ez az élő adásnak a varázsa. Amíg visszaérkezik tehát Donát Anna, addig ott hagytuk abba, hogy Demeter Szilárd ugye szombaton írta meg ezt az elhíresült cikkét az Origóra, ami hatalmas botrányt kavart, rengetegen tiltakoztak joggal és megalapozottan a szélsőségesen ízléstelen és szélsőségesen érzéketlen írással szemben, amely ugye, ahogy azt már említettem, Európát Soros György gázkamrájaként írta le, és egyéb egészen épületes kijelentésekre vetemedett még, amelyeket most nem akarok feltétlenül idézni, de a lényeg az volt, hogy a mai napon, amikor kiderült, hogy Szájer József milyen botrányba keveredett még ugye péntek este, tehát az Demeter írást megelőzően, akkor több ellenzéki oldalon, az ellenzéki nyilvánosságban napvilágot látott az a felvetés, hogy itt esetlegesen már azt készíthették elő a fideszes nyilvánosságban, hogy valamilyen módon egy másik botránnyal elüssék a Szájer gétnek az esetleges hatását. Hogy volt teljes fajta összefüggés, az nem biztos, hogy érdemes egyébként különösebben taglalni. A legfontosabb alapvetően azt gondolom az, hogy Szájer József hazugságon kapták, ugye vasárnap még arra hivatkozott, hogy lelki meggyengülésével. Ez kiderült, hogy nem igaz, vagy hát nyilván lelki meggyengülés áll a háttérében annak, ami bekövetkezett vele péntekről szombatra Viradóra. Én is azt gondolom, hogy nagyon meg lennék rendülve lelkileg, mint ahogy nagyon sokan meg lennének rendülve lelkileg. De hát itt alapvetően mégiscsak arról van szó, hogy Szájer József hazudott arról, hogy mi áll a valódi hátterében lemondásának, a hátterében pedig ugye az áll, amitől azóta a magyar sajtó is bőségesen beszámolt, hogy Szájer József egy illegális szexpartin vett részt, ahol nem csak, hogy megszegték a kijárási korlátozásokat, hanem a kiérkező rendőrség ráadásul még tiltott kábítószert is talált Szájer József hátizsákjában. Aki Szájer József egyébként az ablakpárkányon keresztül az Ereszt csatornán próbált meg kereket oldani. Ez önmagában egyébként egyfajta ráutaló magatartásként értékelhető, azt gondolom ebből a távolból. Ha nem érezte volna azt, hogy valamifajta tiltott tevékenységben vesz részt, hiszen a saját elmondása szerint házi buliba ment el. Én nem nagyon voltam még olyan házi buliban, amire azt gondoltam volna, hogy az Ereszt csatornán keresztül kell távozzon, de lehet, hogy az én élményeim rendkívül szegényesek ebben a tekintetben. Minden esetre Szájer József ezt érezte adekvátnak. Kiereszkedett az Ereszt csatornán, és eközben elviekben elvágta az ujját, plusz még arról is szóltak a hírek, hogy esetlegesen combtörést, vagy pontosabban lábtörést szenvedhetett. Ez utóbbit még nem erősítette meg senki, az új sérülés tényét viszont többen már igen. Tehát, hogy pontosan hogyan zajlott le az eseménynek a sorrendje, arról a brüsszeli ügyészség, illetve a rendőrség adott ki kommunikét. Ez alapján tudta a magyar sajtó is leközölni azokat a tudósításokat, amiket egyébként mostanra már széles körben megosztottak Európában, tehát azt lehet mondani, hogy mai szakára Magyarország megint átvette a vezetést az európai hírportálokon és a különböző média felületeken, tévében, rádióban, sajtótermékekben, mindenhol arról cikkeznek, hogy egy 25 fős illegális szexbulit számolt fel a brüsszeli rendőrség múlt pénteken, amelyen egy EP képviselő, mostanra már pedig pontosan tudjuk, hogy egy magyar EP képviselő, nevezetesen Szájer József is részt vett. Ugye Szájer személyének azért is van kiemelt jelentősége, mert a Fidesz egyik rendkívül fontos erős emberéről van szó, nem csak abban a tekintetben, hogy Magyarországon egyébként nagyon hosszú ideig töltött be vezető pozíciót, hanem gyakorlatilag az EP-ben Dalcs Tamás mellett a legfontosabb top politikusuk, olyan diplomáciai tudással, kapcsolatrendszerrel és így tovább, ami nyilvánvalóan hát pótolhatatlan veszteség lesz a Fidesznek a következő időszakban, ezért is volt nagyon meglepő, amikor vasárnap megjelent ez a kommuniké, és ami alapján sokan azt feltételezték, hogy esetlegesen Szájer Józsefnek elege lehet az orbánista vonalból, vagy esetleg valami másfajta jelzéseket kapott, ami miatt azt érezte meg, hogy neki most már jobb lesz offolnia ebből a projektből, nevezetesen, hogy a Fidesz hangja legyen az Európai Parlamentben.
mindenki tévedett, és egyébként nyilvánvalóan, hogy egy kicsit racionálisan meggondoljuk a dolgot, hát az a Szájer József, aki egyébként 10 éven keresztül a legkényesebb és a legvállalhatatlanabb politikai vitákban is egyébként zokszó nélkül képviselte Orbán Viktor hangját az EP-ben, és soha nem adta jelét annak, hogy bármi fajta rossz érzés lenne emiatt, az miért is pont most offolódna ki, és miért pont most mondaná fel ezt a számára egyébként rendkívül gyümölcsöző kapcsolatot? Hát nyilvánvalóan azért, ami a reggelre kiderült, hogy igen, itt nem arról van szó, hogy ő lelkileg megfáradt volna, vagy politikailag elfáradt volna, hanem arról van szó, hogy a személye egy olyan botrányba keveredett, ami vállalhatatlan, magyarázhatatlan, és ilyen szempontból az ő politikai karrierjének mindenféleképpen a végét jelenti. Várjuk továbbra is Donát Annát vissza a vonalba, remélhetőleg hamarosan megoldódik az internetes kapcsolat, és akkor a Momentum európai parlamenti képviselőivel folytatjuk az adást, és nem lesz akkor még vége az adásnak, hogyha az Annával készítendő interjúknak a végére érünk, ugyanis érkezik még hozzánk majd Újhelyi István, az MSZP LP képviselője, illetve Rónai Sándor, a DK LP képviselője, tehát 3 LP képviselő érkezik még hozzánk. Egyébként küldtünk levelet a Fidesz részére is, szerettük volna, hogy ők is megszólalnak, sőt, Szájer József részére is küldtünk interjúkérelmet, vagy egyáltalán a délután folyamán még kértünk csak egyáltalán egy igazolást arra vonatkozóan, hogy mit gondol ezekről a hírekről, amelyek megjelentek, érzi a személyét esetleg összefüggésben ezekkel, hát ezekre semmi választ nem kaptunk, de reméljük, hogy kapunk válaszokat Donát Annától, aki itt van elvileg újra a vonalban. Szervusz, Anna! Szervusz, Anna! Szia, Anna, hallasz bennünket? Szervusz, Anna, hallasz bennünket? Jó, akkor Annát most nem tudtuk valahogy bekapcsolni, megpróbáljuk akkor a következő vendégünket beírni, és hát, hogyha a végére, az adás végére megjavul az internetes összeköttetés Donát Anna és közöttünk. Úgyhogy kérem a kollégáinkat, hogy próbálják meg a következő vendéget behívni, és ha van lehetőség, akkor majd az adás végén még esetleg visszahívjuk majd Donát Annát. Azoknak a vendégeinknek, akkor pedig, akik még most csatlakoznak be, azoknak mondanám, hogy az adásunk elejétől kezdődően érdemes majd visszanézni a különböző interjúkat. Számos vendégünk volt, akikkel elemeztük a Szájer Gate-nek a különböző vonatkozásait, az európai vonatkozásait, a hazai belpolitikai vonatkozásait, illetve azokat a vonatkozásait, hogy mégis a Fidesz családképére, az általa propagált politikai nézetekre hathat-e bármilyen formában az, hogy a vezető európai parlamenti képviselőjükről az derült ki, ami kiderült. Így gondolok egyrésztről az illegális kábítószer megalapozható, a gyanítható birtoklása, illetve a homoszexuális orgián történő részvételre. Ami ugye önmagában egyébként semmi problémát nem vetne föl, hogyha Szájer József egyébként az elmúlt 32 évében ne a keresztény heteronormatív családképét sugározta volna és propagálta volna, és várta el volna minden más polgártársától is, hogy hasonló elvek szerint éljen, ami hát, mint látjuk, még neki magának sem sikerült, nem is volna ez nagy probléma, csak akkor ennek megfelelően kellett volna a politikai programot is alkotni. Tehát ha véget ér majd a élő adásunk, akkor érdemes megnézni a korábbi interjúkat is. Itt volt velünk Arató László, aki az urológusnak a tudósítója. Ő beszélt arról, hogy pontosan mi volt az esemény története az egyes híreknek, hogyan derült ki az, hogy valójában Szájer Józsefről van szó, egy magyar LP képviselőről. Itt volt Dezső András, a HVG újságírója, akivel arról beszélgettünk, hogy lehetséges-e, hogy valamifajta titkosszolgálati machináció is felsejlhet Szájer bukása mögött. Illetve itt volt Stumpf András, akivel szintén sajnos a technikai problémák miatt megrövidült az interjúnk, vele arról beszéltünk, hogy a keresztény konzervatív táboron belül okozhat-e bármifajta törésvonalat a most kiderült szexbotrány. És most próbálkoztunk Donát Annával, akinek a internetes vonal nem jött sajnos össze, tehát nem tudtuk sajnos kapcsolni Annát, de remélhetőleg hamarosan majd megjavul a vonal, és akkor vagy őt vissza tudjuk még hozni az adás valamelyik későbbi pontján, vagy pedig egy következő európai parlamenti képviselőnkkel az ellenzékből tudunk beszélgetni arról, hogy mégis egyébként hogyan értékelik Brüsszelben, hogyan értékelik az európai parlamenten belül ezeket a fejleményeket. Ugye a reggeli tudósítások, a legelső, talán a Brussels Times-on jelent meg angolul, ott kifejezetten arról beszéltek, vagy arról írtak, hogy egy EP képviselő került hírbe ezzel a múlt pénteki szexbotránnyal kapcsolatban. De akkor még nem lehetett tudni, hogy egyáltalán egy magyar képviselőről van-e szó, pláne nem arról azt, hogy egy kormánypárthoz álló, egy kormánypárti EP képviselőről. Ugye ez a délután folyamán derült ki. Ugyanakkor a szemfülesebbek már elkezdték összerakni a délelőtt folyamán a hírmorzsákat. Ugye vasárnap derült ki az, hogy Szájer
József lemond hivataláról december 31-i határidővel, egy eléggé homályos üzenetet fogalmazott meg arra vonatkozóan, hogy mégis mi lehet az oka az ő lemondásának. Erre nem nagyon láttunk semmilyen indokot a háttérben. Ugye a másik, amit felvetett itt a különböző, nem tudom, ellenzéki orgánumok némelyike, hogy valamifajta diplomáciai megegyezés, vagy valami diplomáciai húrnak az elpattanása állhat Szájer József kilépése mögött, és akkor ma reggelre kiderült, hogy hát egyáltalán erről van szó, és az igazán szemfülesek már reggel elkezdték összeratni a történetet, de nyilván várni kellett addig, ameddig a brüsszeli rendőrség, illetve ügyészség megerősíti azt, hogy valóban magyar képviselőről van szó, illetve valóban Szájer Józsefről. Jó, nem tudjuk megoldani a technikai bekapcsolását az európai parlamenti képviselőknek, úgyhogy most kell egy 10 perces technikai leállást tartanunk. 10 perc múlva érkezünk vissza újra, tehát folytatódik az adás, nem menjetek sehova. 10 perc, és folytatjuk az adást a három ellenzéki LP képviselővel. Érkezik hozzánk Donát Anna, a Momentum LP képviselője, Újhelyi István, az MSZP LP képviselője, illetve Rónai Sándor, a DK LP képviselője. Egy rövid technikai szünet.